Figyelem, figyelem, közhírré tétetik! Óvodánk, udvaránk, közöttünk mindenki! Nagy nap ez a mai, ami életünkben, új játékcsodáknak örvendhetünk itten! Szép tavaszi idő, szép lesz a műsor is, reméljük majd ettől jó kezd kerekedik! Jó, a gyerekeknek nagy örömet jelent, mert már nagyon hiányoztak mászókák az udvarunkon, tönkrementek a régiek, le kellett bontani, balesetveszélyesek voltak, tehát mindenképpen nekik nagyon-nagyon jó, mozgásfejlődésüket nagyon segíti. Sikerült különböző féléket, az egyensúlyozótól a mászó, hatoldalú mászó lett, akkor egy vár, azon is vannak különböző kötél, akkor ilyen mászófal jellegű, amin fel tudnak mászni, tudnak rajta játszani, és egy rúgós játék lett ebből a pénzből vásárolva. Kispest legnagyobb óvodája, több mint 260 gyermek jár ide 8 csoportban. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos, hogy ezek a játszóeszközök több mint 3 millió forint értékben ide kerültek, és hát abból a szempontból is, hogy valóban jó példa arra, hogy az intézmény hogy tud saját erőből, saját fejlesztésként, saját kútfőből pályázatot írni, és ennek a pályázatnak miként lesz szemmel látható, kézzel fogható sikere, hiszen nem is uniós, nem is kormányzati, nem is helyi pályázatról van szó, hanem egy magáncég által kiírt pályázatról, amit ráadásul angol nyelven kellett megírni az intézménynek, össze kellett fogni a szülőknek, óvodapedagógusoknak azért, hogy ezek játszóeszközök ide kerülhessenek, és hát az is látszik, hogy persze nem csak az új eszközök vannak jó állapotban, hiszen azok újak, hanem maga az udvar is, az intézmény is viseli idejáró szülők és az itt dolgozó pedagógusok kezemunkáját, példaértékű mindenképpen.